A 2012-es bázis évet szoktuk figyelembe venni, ahhoz képest a tűzoltás szempontjából egy 30%-os javulást értünk el, tehát 30%-kal kevesebb a tűzesetek száma, mint 12-ben. Ez a megelőző, előre gondolkodó munkánk elsősorban, én ennek tudom be. Hát, nyilván a szigorú hatósági ellenőrzés is. Természetesen 600 hatósági, szakhatósági jogkörünk van, amit természetesen felhasználunk annak érdekében, hogy a tűzeseteket megelőzzük. Most ebben a 15-ös évben egy picit több volt a tűzesetek száma, mint 2014-ben. Ez betudható annak, hogy országszerte 6 hőségriadó volt 2015-ben, tehát rendkívül száraz időszak volt, és rendkívül nagyon sok volt a vegetációs tűz, és ez egy picit megemelte a számokat, de a tűzoltások során 7 ember halt meg sajnos, és megsérült összesen 72, de viszont több mint 70 embert megmentettünk. A tűzoltásban aktívan részt vesznek az önkormányzati tűzoltóparancsnokok, és egyre nagyobb számban vonulnak az esetekhez, ugyanis az önkéntes tűzoltóegyesületek 31 beavatkozó, önkéntes tűzoltóegyesületünk van 6 önkormányzati tűzoltóparancsnokság, és mint említettem, 3 önállóan beavatkozó öte. Ami azért nagy dolog, mert 2015 még csak 24 volt országos szinten a önállóan beavatkozó tűzoltóságok száma, ebből 3 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, Tyúkodon, Tarpán és Demecserben. A legnagyobb problémát az jelenti, hogy a csapadék elosztás rendkívül egyenletlen, tehát egy rövid csapadékos időszakot követ egy viszonylag hosszabb, forró és száraz időjárás, ami egyébként a fű növekedésének kedvez, tehát időnként meglódul, és akkor képes 10-15 centit nőni akár egy hét alatt, vagy még többet, így azért a vágásfordulók számát emelni kell, azonban a locsolás kihagyhatatlan egy technológiai művelet, amit most már rendszeresíteni kell, el is kezdtük, beindítottuk az öntözőrendszert, de egyébként az is hozzátartozik, hogy a tulipánokat, amit egyébként rendszeresen nem kellene öntözni, azokat is egy 3 hete locsoljuk. Nyilván, hogy a szépség, a virágzási idő előjön, amit a fajta tud és képes. Az összes cserjénél megtörtént egyébként az ifitómetszés, illetve a cserjenyírás, a fákápolása is folyamatosan zajlik társaságunknál, tehát én azt gondolom, hogy rendben van nyíregyháza kertje.